Nou, dat ben ik het. Zit de Fortnite is a save the world. Is met een kiesbaar. Ja, tegnap éjszem miatt, küldi miatt. Ó, ez kellett pont, kis alapanyag. Research pont. Ó, ma 108-as fegyverek damage-ölése. Ó, nagyon akció van. Ó! Hát annyira nem jó, de... Ó, tudom még egyet venni. Well, that's me. Oh, stunk, let's get fill out what is on. Home base, we have a problem. Do not want. Look, I have your treasures. Kincsetnek azt nem mondanám. Na jó kis egyből ez is. A fegyverekből is van rakatni, szóval... Az érdekes az az, hogy... Azt mondja, hogy quest. Micsoda? Search of nothing. Oh. Na, és a mappot akkor. Valószínűleg így jól vagy megint ez a misszióban. Na, most más van. Ha. Ah, most eltűnt az a misszió. Ah, de City is. Most lenne rescue a City is. Na mindegy, ez a Destroy is jó. Ghost Town is legalább. Még igen, ez jó. Lássuk játékosokat. Meg is vannak, látunk is, nem sokan, nem várunk semmire. Megyünk. Ez
azért is választottam majd a Fortnite-ot, kicsit szeretnék már kicsit többet haladni benne, mert nem sok van már hátra a kanivali quest page-ekből. Kicsit jobban haladni. Szeretném, hogy csak a kanivali végén tudom tuningolni a karakteremet, a fegyvereimet, survivoreket, szóval eléggé várom, hogy vége legyen. Na, azt nem tudom, mi volt az, amit keresni kellett. Itt nem. Majd kiterítjük. Take out the enemies to clear the encampment. Jaj. Rescue the survivor. Jó. Ezt megértem megcsinálni. Kaptak szépen cuccot. Jó. Akkor semmi ebben nekem. A panyag az kell. Azt nem tudom, hogy most nem vágom most, hogy mit kell keresni. Még megint keresni kell, csak egy hirtelnyi vagy mit. Two down. Let's find the next one.
Encampments are getting stronger. Make sure you're prepared. Ha, ott van valami elő. Nem, csak ott van, hogy kell ez. Round 3, fight! Nem jó, maci. Maciból is kell még egy. De maci, de most ez ugye mellék challenge csak. És az a kanivali, talán sok minden van itt. Cuki dolgok vannak csak. Jó, de most már kicsit túl jöttni. No. No, akkor közüljön. Itt is van valami. Ott a maci. Meg kell lennie most. Na, végre megvannak a macik is. Megint találtatok valamit, vagy ez ugyanaz a jelölés? De nem vett el a jelölést innen. Itt nem is látok más cuccot a pályán. Itt amiből hogy lesz meg a izé. Akkor ezt így. És lehet, hogy ott
Co mi tepi toto? Co mi tepi? Pushing on, we might clear the zone. Found one. Check out your map. Oh. Oh, my loot. Found the next one. Check out your map. Tehát tudok menni, és tudok jönni akkor. Fogalmam nincs, amit kell most keresni. Here we go. You
what to do. XP boostot aktiváltam. Nem rosszul. Ez a kis turretet tudnám szerintem lassan-lassan majd aktiválni további szintekre. Nem tudom, hogy nekem itt kell most keresni. Na mindegy, így is megéri. Megvan. Two minutes before I have to pull you out. This is it. Good luck. Hát te mit csinálsz itt? Szupi, azt megnyertük. Viszont a questen sajnos nem hallottam, de nem baj, az XP-nek is örülünk. Az egy szép XP gyűjtöttünk. És visszatérünk a menüben. Rögtönt a homebase. Köszöntök mindenkit ezen a pénteki estén.
esetleg valami eltűnést tapasztaltok nálam, akkor hát most tér vissza úgy, mint az internetem. A képen is egy-két dolgot variáltam, és tehát a folyamán, és ha így a streamnak a vége így lenyisszantódott, de majd visszakerül Twitch-re is, majd meg YouTube-ra is egy normálisabb lezárása. Most is fönn van, csak hogy a vége is lehet nyisszantva. Még nem történt semmi a végén, ez egy lényeges, de... De engem még zavart, hogy úgy lett vége, mert nem tudom mitől, ha mindegy. Hát, hogy már igazából, hogy a garancia lejárt a laptopomról, lehet, hogy... De néha beült valamire, amire nem is tudom, hogy miért. Ez ilyen visszatér igazából nálam ez az internetes fasság, idő után hogy visszatér ez a kis hiba. Hát reméljük, hogy majd egyszer megjavul. És ha megjavulok, akkor nem lesz jobb. Na, ezt akarom itt megnézni, hogy a... Ja, hogy 215-ös szinttől lehet elérhető. Hát két szint, hát két és fél szintet kéne ugrani. És akkor a turretet tovább lehet fejleszteni. Táska mérete 230-tól 240, 230, 245, hú, az igen. És van most 10 upgrade pontom, és igazából szinttől függ a dolog, addig nem tudok upgrade-elni. Nem értem a szintet el. Azt mondja, a search of nothing. Micsoda? Mi az item? Hát ezt én beírom oda a kis keresőjébe, hogy ez mi a franc lehet. Nem egyértelmű, mert nem mutatja a térkép sem, hogy hú, közelébe érti, akkor izé valami, hanem így konkrétan így talált ki, hogy mi az. És ez engem így zavar most. Sorce. Ezt a szót emlegeti mindig. Forrás, search, forrás. Hát a semmi forrása. Mi is oda? Keresd meg a semmi forrása. Ja, faszom, hogy vélem jössz be streamből beszélni. Köszönöm, haverit írul. Hát be kell mennem, most mit tudok erre mondani? Vasárnap dolgozok sajnos, igen. Hát... Mikor 10-10-től 5 év vagyok vasárnap. Valam úgy, hogy este hogy folytatott a Warframe vagy valami stream lehet vasárnap is, szóval nem akadályoz a streamelésbe. Ja, de akadály, ha valami úgy gondolja megint az OBS vagy a net kapcsolat, hogy megszakadt, ez egyetlen akadály a dolognak. Micsoda? Aj, nagy ne írogassak állandóan az izére, a tűnni suttogóval. Nem.
nem most tudom kirogatni. Itt vagyok Discordon, basszus, bárki akar, amit szeretne kérdezni. Nyitott vagyok mindenkire, nyugodtan jöhettek, aztán dumcsiszhatunk vele. Ne érogassak már, örülök, hogy itt ülök, basszus. Olyan borzasztóan durva meleg van, hogy ez... Sáttak, hogy örüljünk, hogy tegnap még... Tegnap rosszabb volt. Melegebb volt. Hát de most is, hát kint voltam... pakolgatni, meg összesöpölni, mit tudom én, és kijöttem, és mint a pokol tüze, így... Durva azért. Nézzünk akkor a Route 99-es zónát, de így visszatérve, hol így a játékra, hogy így a való élet problémáira nálam, úgymond. Ja, nem áll a kocsit... Kocsitolásos, nem. Mi ez a rider writing? Ezt most nem tudom hirtelen. Na, de nézzünk egy ilyet is. Ha nem mindig csak egyfajta játékmódot nézzünk. Ezt nem, mert hirtelen azt nem tudom most. Nem tudom őszintén. Majd forrás kell keresni, de most... Ezt most így nem tudom. Apróval megfejtem. Ha nagyon nem fog menni, akkor meg kell nézzem. Aki ezt megcsinálta, hát... De most így lefordítva se, most tudom, hogy mit jelent, így, de még így se tudom, hogy mire gondol a játék, szóval. Kíváncsi csak, mi lehet a forrás. Szóval az előző streamben volt, hogy ami sapka, ami kalap volt, aztán izé volt, madárijesztő volt az. És így néztem, milyen sap, milyen kalap. Akkor madárijesztőt kell keresni. Tehát... Várjunk egy kicsit, aztán... Aztán indítom, azt lesz valami. Ebben van most, hogy lejön az idő, hát ha valaki közben tud csatlakozni. Te jó hideg jön a üttőből. Basszus. Ezt kóstoltátok már ezt a Sixo kólát? Ez tök jó. Ezért a Hell Energy-nak a alcég, úgymond. Ez tök jó, 100 forint. Nem is ahol én vettem, ott igen, praktikerve. 100 forint. Nem sok, ez akkor annyi, mint egy energiital. Nem, 250 milli. 250 milli. Akkor, mint egy energiital. De tudnak kólát csinálni. Na, hogy mint a Coca-Cola az energiaitalában. Az egy fos. És hiába írogatják Facebookonak, hogy szart csinál az energiaitalra. Váltig állítják, hogy az jó. Jaj. Majd mesélj jó basszus. Ilyen 30 fokokba is hideget inni. És hogy jöttem az a melóba, szálltam a buszra, és utam volt a bolt, hogy egy kínű volt, meg vegyek magamnak egy jégkrémet. Egyszerűen brutális. És nem tudom, hogy vagytok ti vele. Tehát ebbe a kibaszott melegbe így be is lassul az ember egy kicsit. Hogy igazából nincs kedve semmire, amilyen munka, vagy valami hasonló. Tevékenység, ami nem szórakozás, úgymond, hogy amúgy sincs kedved nagyon hozzá. Jaj, de...
Mars is standing by to gather storm intel, Commander. Let's launch that van. Micsoda? Fill her up if you'd be so kind. I need to get back up in those clouds. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. Nem mondod. Hú, basszus. Köszönöm. Azt hittem, rosszul látok. Köszönöm szépen. Na, közben... Háááá, daranyos kiengis csokora izéje. És logója. Jaj! De megijedtem. Szavaz. Ride Lighting nevű misszió. Általában én mindig az egyszerűbb módját szoktam választani meg a keresgéseknek. De most ez tényleg fogom, nincs, hogy most miről van szó. A szürke a pályán azt jelenti, hogy körbe kell járni a pályát, hogy úgymond fölfedezd a pályát. De most ez komoly? Ezt nem mondod komolyan. Hát, hát meg se érdemlem, hallod. Most főleg most mondtam is, hogy a napokban jó ideje már gondok vannak a streamemmel, úgyhogy így többen is elvették a követést. Még nem tudok ezen mit csinálni, tudjátok el, hogy ha valami modell van a streamben, az nem szándékkal van. Szóval... Aha. Ki a Bartos, nem ismerem, megmondom őszintén neked. Nagyon szépen köszönöm neked a donét, hogy donételtél. Bartos, nem tudom most, megmondom őszintén, nem sok ilyen magyar videóst ismerek. Így aki így kapcsolatba kerülök, azokat ismerem úgy. De így nagyon nem szoktam így mindenkit így nézegetni. Akik ilyen hasonló körökben mozognak, azokat szoktam nézni, akik wallframe-eznek. Például inkább wallframe-eseket, Chickenface, Fui, Zolinka, Automer, stb. Nem tudom most ez ki. Ez sajnálatos. Mit mondott az illető? Jó, nem tudom, hát bocsánat, nem ismerem, hát most mondom, hogy nem nézegetek sokszor más videót, csak így kapcsolatba kerültem. Nem tudom, majd megnézem, hogy az kicsoda. De biztos, hogy jó oka van rá, ha már úgymond hát a szórakozást abba adja, mert ez ugye mindenkinek a szórakozása, ki milyen videót csinál. Itt most valami oka lehet rá. Nem túl sok a munka, vagy mit tudom én, majd más. Nem? Ja, megeszik minden. Ja, most nézem, ha. Ja. Ilyen kis humoros, aha. Ha, van ismerős, pedig megnézem majd, kiről van szó, képbe adjak, hogy említetted. Micsoda? Ez hol van? Na. Adjatok már! Az anyjában akartam érni, hogy hol van ez a dolog a térképen. Nagyjából... Na most ez a...
ez a rész, nem tudom, máshol is ugyanaz lesz az. És mi az, ami itt jellegzetes? Nagyon semmi. Mi az, hogy forrás? Itt mi az a forrás, ami itt van? Itt nincs semmiféle forrás. Hát az a fordítás, a basszus. Hát milyen forrás van itt? Ilyen kis kis hotelka. Tőlem aztán kezdhetjük, mert több ilyen hely nincsen. Akkor még egy helyet kell keresni, egy bizonyos helyet kell keresni, az abból csak egy van, szóval 7-szer kell legalább bejönnöm és megtalálni ezt a helyet. Volt az a kisebb hotel az úszómedencével. Az is hát egy helyen van a pályán, szóval annyi szó kellett bejönni a misszióval, hogy meglegyen. Nem tudtam írva. Ez amú. Tit. Jó vagytok közben? Megjött töltő, illetőtő, sűrtöltő. Aha, jó, megvan. Já, közben jönnek rám, jó van. Fúj, mélyecskés husk. Fúj. Jó, felmegyek. Nem jó, felmegyek. Na, deszkára föl. Miért szétem zúzza a deszkámat. Szóval most a B-toroljába, itt a Saved World-be lehet matricázni már a deszkát is. Valahol filmesektől átvett szokás. Ja, ez az izé, a Larry's-ben. Ja, hát ez jó, csak defendenni kell, jó, akkor így van. Jó, nincs ezzel baj, jó, nem tudom írtam, hogy ez a Lightning, de ez nincs oda. Építették a izért, hogy rakták a falat össze, nem baktak rá még réteget. Hát így nem lehet. Nagyon sokáig bírják azok a fegyvereim. Már elég el van koppa. Vagy mint a Dying Light-ban, hogy elkopnak a fegyver és újra kell gyártani őket. Azért kell mindig farmolni. Ja, a Blue Glow-t kell szerezni. Itt van mondjuk egy... Csinálunk egy ajtót. Valaki beleadhat. Majd meg a belőről is megerősítjük a falakat. Például látszik, hogy más színű. Be akar lőni az egyik.
Följjek egyet. Ah. Jó, most kell még rakni egyet. A csatán tudnak fölülni. És megerősítjük. És top, én nem tudok rakni. Viszont, lassan. Kinyitott az ajtót. Én belülről védekezek most. Ezt választottam, hogy tutira menjen a dolog. Csak javítani kell, hogyha kaparásszák. Nem hat ki a izé képességem. Na mindig. Szapacs, megjavítom. Na, itt támadnak jobban, de most ide is figyeljetek. A fője nem tud ülni, de erősen támadja a főső falat. Fogjuk bírni, tök mindegy, hogy mi történik. Pazarlok már ezért csapdát sem, csak javítgatom a falakat. Bejönnek. Bejött itt a menkő, jön be a... Aha. Nagy barátunk be akar jönni. Ez a 2-15-ös szintet. Ah, most kapjuk meg a lenni, vagy azt a lootot, amit ugye kiérdemeltük úgymond a meccs során. Na, nézzük végig, hogy... Jaj, milyen szintet. Na, visszajutott a kóla. Tő jó esett. Még van belőle egy kicsit. Jaj. Jó, hogy nem alkoholizálok ebből, mert egy banyit iszok, mint a izé. Te kacsa. Most is, hát vettem most is, hogy csak alkoholmenteset. Ez is jó.
Na, mi van benne? Ó, 45 000. A. Hát abba belenézek lehet. Questcom Danger Mist. Hát nem tudom, az a kulcs, ez mire jó. Szóval akkor még 6-szor kell megkeresni a helyet, nagyon jó. Ó, baszki. Survivor. Néha itt vannak gagyik, azt ki lehet dobni. Csak a sárga, narancssárga maradjon meg. Azok a legjobbak. És azt mondja, hogy a squadot. Great. Igen, nem tudom, hogyha igen, give it, tada, ez egy kanibai. Ez nem érdekes. 76-os és 5, 5 cselet. Nála is ez? Nála is ez van. Valakit lehetett még tuningolni. 82-esekkel mi újság van? Hát akkor ez is marad. 87. Nos, hogy se lett ma. 80, hát igen, 80 körül meg fog állni a legtöbb. De mondjuk itt azt hiszem őt még lehetett, csak azt nem tudom miért. Majd másfajta kategóriába esik bele az egy líder. Hát ugye azért, most akkor már ennyi volt. Kész, hát valami is ki tudtam. Ezt a Rambót. És lehet. Taskot lehet. Nem. Ő még 90-es, és miért? Na mindegy. Milyen ez 174-es már. Jézus van. És ő miért 90-es? Megérdekes kell szintezni a karaktereket. Na mindegy, ha marad későbbre is. Ha visszatért a expedícióból az... Ray, could we go extinct? Well, you could say we already have. So maybe that's something you don't need to worry about. But it could happen. Could, but it won't. What if my monster is like the dinosaur meteor? Locke, there's no such thing as monsters. Excluding, of course, the existing monsters we know about. There's no such thing as additional monsters. Na, azt mondja, elküldjük őket. Hozzanak valamit nekünk. El kell őket bevásárolni. Akkor... Hello, Ati! Jó újság! Gondoltam arra, hogy valamikor belül most már sorid vagy valva, de hát itt a múlt hétvégén is egy csőd volt. Most vasárnap dolgozok, holnap meg tudok valamit csinálni. Amikor összehozunk valamit, és akkor már nem tudom, már rég találkoztunk. Hát az, itt én mondom, hogy nem tudom, valahol belül majd csak, vagy mit a jövő héten, ha úgy alak, akkor átjössz, aztán mit a rendelünk valamit, viszunk valami hideget. De most az a hétvégém is káosz. Múlt héten beázott a pincénk az esőzés miatt, és szombaton este 10 órakor. Sosem dolgozok. Ez
megint csak nem egy ünnepeléssel való hétvége. No. Elmondjuk ezt, nézzük meg ezt a forrás, hogy az hol van. Megtalálom megint csak. Supergirl, az jó, az jó. Hát tényleg, bocs, én is olyan ponyhat ilyen szar állapotban vagyok, hogy kész teljesen. Úgyhogy, ja, mondjuk jövő héten már fizut kapok, kicsit örülhetek, csak hát és még kell megint szenvedni egy hetet, hogy hát ha a következő hétvége már olyan lesz, hogy kicsit azulósabb. Gábor is egy rágja a filmet, hogy, hogy mikor tud lejönni, mit tudom én. Hát, na most nem, holnap itt takarítom, mert múlt héten anyumat megcsípte a darázs. Aztán nem tudott segíteni a takarításba, úgyhogy csak a háló lett kész. Úgyhogy holnap takarítással fog elvenni a nap, szóval... Nem tudom. Még ilyen vele nem is érdemes kimenni. Úgyhogy igazából így volt bent, lehűttem a lakást, aztán itt eszünk, kiszunk, mulatunk című óta. Te ezek ilyen punyadós, otthonmaradós dolog, mert hát ilyen 30-ok fölötti idővel ki a franc akar kiülni valahova. Még majd egy fedett helyre beülni, iszogatni az úgy jó lenne. Csak hát ha öcsivel leszek, akkor nem fogok tudni el. Szevasz, kovám, Attila is ír. De azért Twitch-en. Mondtam neki is, hogy ha valami olyan hétvége lesz, hogy ilyen lazább lesz, ünnepésre méltó, akkor összehozunk valamit, csak hát... Ez a hétvége se annyira ünnepésre méltó számomra. De miért kell bemenned dolgozni zétkor? Mert kitaláltak valamit. Van a praktikert, egy ilyen úgymond egy külső kelet rész. Onnan kellett ma nekem, meg az egyik ilyen diák sásznak, aki már 4 órakor lépett, és egyedül kellett folytatnom másfél óráig a pakolgatást. Meg a nehezebb dolgokba segítettek pakolni. Nem tudom, milyen faszomat akarnak oda építeni, de meg a másik dolog, hogy 30 fokba ki a... mi a gecinek kell kimenni oda pakolva. Ja, és akkor csak ezért nem érsz rá holnap vagy, aha. Hát de figyelj, a szombatra meg az a izém, hogy hát elkezdtünk, elfogtunk a takarításba. Anyummal. Csak hát múlt héten anyumnak a kezét megcsípte a darázs. Így csak a hálóval lettünk kész. És én most jön, amíg az előszoba rész. Ja, a darázst hogy csípte meg a darázsért? Hát nem minden évben az egyik ablakunk alá fészkelnek azok a faszopó darazsak. És hát hiába fújta le, nem használt. Aztán egyik megcsípte a nyomot. Kezét. Én nem történt semmi ízé. Szóval ilyen nagy takarítás feeling, hogy havont legalább vagy 2 havont legyen egyszerűen normálisan kitakarítva a lakás. Szokott segíteni. De nem is izé. Mi? Nem is koszos, én nem láttam se koszosnak, érted? Hát azért van itt azért kosz polcokat, lekeverni a figurákat, meg mindent. Meg ablakpucolás, ja. Meg ilyesmi, felmosás, porszívózás. Ott muszáj néha ilyet is csinálni. Csak akkor mondtam, hogy megismerünk, ezt kurva jól mondom, mert így akkor így a szombaton is el fog menni. Így amikor izé is el fog menni, akkor vasárnapon is, mert 10-től 5-ig vagyok bent. Jó, csak 7 órát, de most 7 órán kezdjük kint pakolunk a 30 fokba, akkor az annyira nem buli, basszus.
Ha igen, nem kellemes, az biztos. Hát kell nem mondani, én is izítébe. Gönnyet tettem, illetett 30 szokba. Azt nem érted, tehát füvét nyírtam, érted meg. Az szerencsére meg kizért a fő, úgyhogy cseszve. Kirohadt a fő. De érted, nincs erőnk ehhez foglalkozni, érted? Nagyon kis, ugye sokszor kint vannak a izén, a tavon, a francnakon kedve másra foglalkozni. Megvan a másik! Szia, Szilvi! Cica végfésülése. Hát cica végfésülése, az nem. Cica nem szoktam fésülni. Talap is ezért két óra után fogta ezért a live is lekapcsolt. Egy szúra kellett konvertálni, mert leharapta a végét a stream. Nem tudom mi történt, amúgy az évről évre visszajön ez a probléma nálam. Ez az internetes fasság. De most már azt mutatja, hogy maximális sebességgel pörög a lemeg a feltöltésem is. Úgyhogy elvileg nem kéne a problémának lenni, aki valami más folyik van. Lehet, hogy tényleg akkor időt kell vennem új gépet majd. És hát úgy van, hogy lehet, elvileg jövő héten már beszélgethetek a fizetésemelésemről is. Mert annyi lesz a jövő hétemben, hogy a szörnyű a The Frass szűnök, azt mondom, elmegy szabadságra, úgyhogy hétig nem lesz, úgyhogy Hawaii Dizsi lesz. Úgyhogy lazább lesz a jövő hétem. Még egy kell. Hol van? Hol van a nyerőgép? Au! Szóval, hogy múlt héten beállott a pincénk, anyum be megcsípt a darázs. Tehát szóval, hogy azt mondtam, hogy a darázs. Azt miért nem a darást, miért nem írtjátok ki ott valamit? De én minden évbe visszajönnek, érted? Minden évbe visszajönnek. Tehát nem tudok meg velük csinálni. Tehát mondjuk leizélte őket domesztosos vízzel, és végrőrtek a domesztosos vízet. Nem döglöttek meg. Nem tudom, milyen darzsak vannak már a mai világból. A izével kell ilyen is beszélni, és mérgel kell őket hívni, nem tudom ezt. Immunisak az izére a... Hát igen, a domestos nem arra lett kitalálva, hogy pont a darazsakat locsolgass vele. Hát de most valamit kellett érte, hogy megdögöljenek érte. Te lemarja bazni a klotyóról a koszt, akkor csak kiírtja azokat a rohadt dögöket, és döglátszik, hogy nem. Undorító a darázs, a legértelmetlen lény az egész rohadt világban, érted. Semmi nem ezi meg. Senkinek se kell, érted? Nincs értelme a táplálékláncba darázsnak. Darázsnak? Hát én semmi nem eszi meg. Maximum ő lesz. Az izé megeszi, nem a pókőket. Hát valami pók, hát nem tudom. Tehát a pókot is kinyíratja, basszus. Tehát mondom, minden évben ezért fészket raktak a ablakomban el szívű, szóval ezt a Miki ezt ismeri ezt a dolgot, úgyhogy a Mikinek mondja, akkor jót fog röhögni megint rajtam. Miki azt tudja, hogy minden évben van darásfészek az ablakomban. Darazsaknak ilyen mérget kell adni, az benyelék, akkor megdögülnek tőle, érted? De most hiába minden évben visszafészkelnek, érted? Ezek hülyék, nem tudnak gondolkodni. Nem fogják fölfogni, hogy következő évben is megmérgezed őket, érted? Hát nem baj, azért jó, hogy hülyék, mert akkor legalább többet lehet őket zúzni. Jó, hát azok a darazs nem játék, a medve nem játék, tudod? Van a mondások. Ja. Darás játék, medve se játék, tigris sem játék. Ja, medve tagsajban, azt el is képzelném tényleg. Nekem van tigrisem, úgy hívják, hogy Garfield. Rájöttem, bazdnek ott a zsírra a szoba, a izdében, a pincében van. Az mindig van.
Ja, ez a volt főnököm még nálunk tárogatja ezért. Micsoda, milyen hibára? Micsoda? Ja, úgy mennek oda, hogy hátha, igen. Hát te most nem bántjuk őket, igen. Már a darázs az így gondolkodik. Hát te most nem fognak minket kinyírni. Elfogyott az ágyúm. Nem már. Ez tök jó, izé. Van valami darázs, ami nem bánt, az melyik? Hát olyan nincsen. Hát azért hát meg... De valami zengő létszerű, az is ilyen darázs. Hát nem tudom. Na, rakjatok ti is valami ezért csapdát ide. Ja, jön a ezért a shield elős ezért ház. Fúj, de utálom ezt. Fúj. Menj innen. Szúzzat, Turika. Elvisszük a 215-ös szintre, akkor tartom a gébe anya a Turikát. Hát... És ide miért raktatok izét, lépcsőt? Darazsak. Oda jöttem a Valfrémesek, majd nerf izé, majom. Ja. Nem néztem meg, hogy mit írtak még oda. De biztos van valaki, aki szerint jó lett a bukon. Jaj, azt én sem most egy-két helyen nagyon jól lett a bukon, ér használható. Igen. Ja. Ezek a szokásos kommentek, igen. Igen. Kedves poszmi. Kedves poszmi. De az nem bántam úgy az ember. Hát én is azt mondja, kedves poszmi. Na, mi ilyeske, de akkor az aztán arrébb megy. Kedves ellenség. Volt egy olyan film. Robot Maci. Itt is van mélyecskés fizihászk. Hú, de utálom. Ne, kinyírtátok a turit. Szemetek. Méhecske. Vaj. Ja, most annyi... Ma héten 12 óráztam is. És akkor úgy döntött a vezetőség, hogy mindenki kap egy ingyen üdítőt. Nem akartam nekik mondani, én jobban örültem volna, ha nem 12, nem kell 12 óráznom. Hát, lefizettek egy izé, fél liters üdítővel, érted? Mondjuk 300 forint fölött van a félétes üdítő a praktikáról, úgyhogy nem valami olcsó. Csak amikor jobban örültem, hogy nem kezdve a 12 órázzal. De ma is mondja izé, a Zsuzsa, a főnökszerű. És Norbi végezti, akkor izé elvehetsz egy üdítőt, aztán leíratod magadnak. Ha, mondom, köszi. Megint lehettem fizetve egy üdítővel. Nagyon jó esett kiemeletbe. Jó kis kivis izé fontával. Kincsi volt. Csak annak is örültem, hogy nem kellett volna kimennem a 30 fokban. Külső kertbe izé rendet rakni. Cserepeket. Nagy tálcát. CC kocsiban sok virágot. Ja. Tehát láttátok volna, hogy vegyesek, hogy ürültetek ki. Hú, mindenki kap izé ingyen üdítőt. Jóval kis sört vett el. Hát persze, azt kellett volna neked is sört venni. Sört vettek el. Tehát úgy szólt a dolog, hogy 400 forintig vehette mindenki magának, ami frissítőt. Hát, mert Gyuri meg ezek, srácok, azok egyértelműen sört vettek el. Te milyen sört vettél? Sört vettem, egy darab, még tanap előtt volt, még egy darab kivis izé fonta volt, nem ezt elveszem. Ma volt, ma bőnök, ma is azt választottam.
Annyira jók ezek a fanták. Annyira, fú, annyi, fú, most vettem egyet. És még a zérón se érezni, hogy zéró. Viszont van az, a Biotech USA-nak energiétalal, hallottál? Na, azt mondtad múltkor. Na és... De hát a Biotech USA volt ott, ott a gyúros boltban. Ja, csak ott lehet. És mikor? Múlt héten vettem kettőt, ugye egy-egy fajtával vettem. És azt a szart, bazd meg! Hát ilyen olyan, mint valami... Nem is tudom, ami íztelen szar az egész. Jó, gond, jó, zéró, érted, de hogy... Azért vannak zéró energiatalok, amiket nem érzed, hogy zéró, de mégis zéró. Például a Monsternek a Big Red, tudod. De hogy az a Biotech USA-s energiatal, az a ihatatlan szar, mint a vizet innál konkrétan. És akkor állom írva, hogy ilyen almás, vagy körtés. Hol a faszom van benne az alma, meg a körte? A keresd meg, na! Fasz meg! Ez olyan, mint az almás bomba. Van a bombának ilyen almás. Azt is, az is van zéró szerintem. Tehát az is valami katasztrófa. És most ezért találtam Taksonyba Bomba Goldot. Ez nem persze, tudom. Ez nem, ez nem van benne. Mi nem, nincs még ezért kávéssel. Mutattam a streambe Bomba Gold. Nem privát gold, ez Bomba Gold. És ilyen aranyozott fekete. Bomba. Biztos mellé. Nem tudom, ez nem tudom mennyi. Ez ugye kinyílnak. Ugyanúgy tutti frutti tér. Szerintem csak azért van csak maga a kiszerelés gold. Ja. Itt is valamit ünnepelnek. Ez a lelkom, mint a túretet, mert itt jön a smasher is, de jó. Gyere, nagy fiú! Nézd, mi van. Ja, nekik mi van, mi van. Ez hová megy most? Megkerülje? Ja, nem, nem tud ugrani, ja. Addig jó nekünk. Még a smasher nem tud ugrani. Itt aztán végigraktam itt mindennel, itt csak nem jönnek be. Dobozon keresni, igen, dobozon keresni. Mint a Coca-Cola-nál, milyen jó a doboza, de beleiszol, akkor meg vízi szörnyet halsz. De itt tegnap is ott írogattak a Facebookon, hogy olyan jó volt a ízé a kokóás energita, hogy azon nyomban vettem egy Red Bullt inkább. Ilyeneket írogattak, és nem esik nekik, hogy szar, és ami gyökérre most reklámozzak a kokóla energitát, és akkor írogatják, hogy ezzel a ronda pofajú gyökérre reklámozzak. Szóval, és nem esik le a Coca-Cola-nak, hogy szar csinált. És tökre ironikus az egész, hogy... De már nem tudom, egy két vagy három, mert ott van a hűtőmben még egy dobozzal, és... Ah, nem tudom menni a fáradtságot, hogy beleigyek, vagy egy videóba lefikázom én is. Szóval ez brutálisan hülyék a Coca-Cola, nem tudom ki ott a marketing főnök, basz, hogy azért elbeszélgetnék azért vele. Azért nem tudom, azért olyan ember, aki szerint jó az a Coca-Cola energétel. Mit talál benne jónak? Jó, finom, bolero ízű. Ha? Hogy sem megy már be? Főleg már biztos nem az vége a meccsnek. Azt mondom a játékosnak, hogy ez is. Ez is nem. Shauma, az a neve, Shauma. Na, kettel levittük a meccset, jó. Úgyhogy én inkább ezért azt a Sixos kólát választom, ez sokkal jobb. És ez csak 100 forint a praktikerbe. Inkább ebből összekötött, mint mennek 300 év vannak fétes üdítőt. Csak megy a reklám egész a praktikerek minden kedvező áron,
meg mit tudom, vegyél praktikáskát, és akkor 10% olcsóban vásárolsz. Persze, taksonban. És akkor és állok ott, pakolom ott a szilikonokat, jön a vevő, ránéz arra a szilikonra, hát 3000 forint, hát én megveszem másról 2000-ért. És a praktiker olcsó. Akkor nézd a tagra. Kész. Na ezért néztem meg az Annabelle 3-at, pont azt meséltem a nézőknek a streamelje, ilyen béna egy koji horror volt. Az első kettő tök jó volt, de hát, az a baj, az Annabelle, meg volt ez a démonok között, ez olyan szinten gyenge egy horror, hogy komolyan le lehet rajta aludni. Tehát ezek az... Nem, de az Annabelle az megtörtént események alapján. Jaj, persze, meg amikor igen. De tényleg, hát a filmben benne van. De Kula bácsi is létezik ám. Jaj, de hülye vagy. De mindenre kiíratják, érted? Hát Freddy-re is megtörtént események. Hát, ez meddig tart kiírni egy film, hogy megtörtént események alapján történik. Ami biztos, hogy megtörtént események, az a texasi láncfűrészes. Hát az hivatalosan, de hogy... Második részben is, hogy megtörtént. Meg vannak ilyen képek is. Igen, és tényleg Magyarországon soha nem volt démon néző, csak mindig Amerikában történik ilyen. Nem feltűnne amúgy tényleg, hogy csak Amerikában, meg külföldön történnek szellemjárások, meg sellők, meg mi ilyesmi. Csak a külföldi országból szívnak sokat az emberek. Hát hagyjuk már ezt, hallod meg. Csak külföldön láttak át UFO-kat. Hagyjuk már. Hagyjuk már az ilyen hülyeségeket, hogy... Démon baba, persze. Nem, az egy démon szálltan meg a babát, az nem démon baba. Hát igen, a Chucky-nek a koppintása igazából. Csak a rosszabb baba. Egy undorító baba, érted? A Chucky azért sokkal retróbb horror, mint az... Ez az Annabelle, ez egy ilyen nagyon buta koppintás az egésznek. Kikapcsolás a tök jó volt, csak történt nem. Hát a kettő is elég gyenge volt. Hogy ott volt a kislány a szobába. Ez mégse volt ott, és volt olyan gyenge ilyen 3D animációs démon benne. Nem is démon, hanem ő volt az ördög. Szóval, nagyon... Jó volt szerintem. Agyon vannak cenzúrázva, és igazából nem, az igazgetésről szól, meg... Semmi másról nem szól már az egész. Nincs egy jó kis kibelezős, valami... No cenzúrás, valami, szóval... Igazából a sorozatokban tudják csak azt most már megtenni, hogy szarnak a cenzúrára. Én például is most nézem ezt a Banshee nevű sorozatot. Megvan a challenge közben. Szóval nézem ajánlat ezt a Banshee nevű sorozatot. Itt is mondjuk így kicsit szarnak a cenzúrája, és ez tök király amúgy. És csak az érdekes, hogy miért csak a sorozatokban tudják ezt megtenni. Mondom Truebird, mondom Trónokharca. Szóval... Szóval érdekes, hogy csak sorozatban tudják megtenni, hogy kicsit elengedik magukat a rendezők. Nincs már egy olyan film, amikor az is nagyon jó, ugye a Stephen King az részek, de ott se történik igazából olyan brutális dolog, hogy azt nagyon komoly horrornak mondanád. Volt a Stephen Kingnek a Carrie-nek a átdolgozása. Remake-en, Attival néztem meg még moziban. Aztán is nagyon jó kis film volt, csak... És azért ez nem tudom. Régebben azért kicsit gagyi volt technológia, de úgymond kicsit merészebbek voltak a horrorok. Agyak folytak el, még minden, szóval, hogy azért nem tudom.
Régebben merészebbek voltak a rendezők, most már annyiféle hülye törvény meg baromság van, hogy egyszerűen durva. Nem tudok olyan horrort nézni már, amitől azt mondom, hogy hú, ettől tényleg én is megijedtem. Ami ilyen durva volt, ami nekem, amitől utoljára megijedtem horrorfilm, az az Unborn nevű ilyen démon gyerekes horror volt. De is inkább az ijeszgetéstől ugrottam meg. Meg azt tényleg úgy néztem, hogy lekapcsoltam a villanyt, és csak a filmre figyeltem, csak így félszemmel, meg úgy álltam neki, hogy ez csak egy gagyi horror megint. Hát tényleg kicsit, tényleg komolyan rá figyeltem a filmre. De amúgy nem sok horror van, amit úgy azt mondom, hogy az minőségi lenne. Az úgy csak is lesz szerintem annyira durva. Mert ezt is már ilyen modern változatban csinálták meg. Ilyen az okostelefonról irányít, vagy valami ilyesmi van. Hogy ilyen elektronikus a rendszer hibásodik meg benne, és akkor mindent irányít. Az autót, a fűnyírót, meg mindenfélét van, és ilyen picit érdekes csaki. Ilyen modern csaki felfogása. Tehát régebben úgy volt, hogy az a rabló vagy gyilkos, az tudott egy ilyen lélek áthűvő varázsigét, és ahhoz, és elmondta egy babába, hogy ne kapják el a zsaruk. És pont a játékgyára futott be. És akkor volt neki egy úgymond segítője, egy csaj, aki szórakozott vele. Ez micsoda? Szórakozott vele, ez mi a picsa, ez a bugja, mindegy. És akkor azt is megszivatta, és akkor elmondta a varázsigét, és őt is belekötözött egy babába. Hát látta valaki a régi Chucky részeket. Jók voltak azok. Hát ez ilyen 90-es évek horrorja a Chucky is. Még annól, amikor volt még videótéka, még nálunk is Taksonyban, amíg videókazettán láttam. Mert most lesz majd kétfajta cápás film lesz megint, meg lesz egy olyan film, hogy elönti a várost a víz, és egy krokodil fogja zúzni az embereket benne. Azt a hallottad. IMDb-ben barátod, basszus. Meg kell nézni ki, az IMDb-n kijön írva milyen filmek lesznek. Közeljövőben, sőt már januárra is szerintem ki vannak írva a filmek. Milyen krokodil, meg cápa van? Jó. Na, egyik az cápás, a 47 méter mélyen az a film címe, a cápás. És van valami, ami nagy vihar. Sújt végig a város, és elönti a víz, az meg az a krokodilos, mindjárt mondom. Mire gondolsz, az egyiknek a folytása, de abban nem olyan lesz, mint a cápa film, a régi cápa filmek. Az inkább úgy néz ki, ilyen tudományos beállítottság, hogy a cápa mit csinál. Tök gagyi kamerák vannak, meg sajtok. Igen, a krokodilos film az a Préda nevet viseli. Crawl angol megfelelője. Július 12-én kerül az USA-ba a film. Ott is egy nagy VR következtében ugye jön a vízáramlás, és akkor ez a krokodil fogja szabálgatni, kóstolgatni az embereket a városba. Hát még az érdekes, mondjuk azt, hogy lehet, hogy nem moziba, de az biztos, hogy megnézésre kerül. Szokásos módon. Itt mi van? Itt valami itt lent van. Nézzük már meg. Mi van itt lent? Nem mondta, hogy meg ilyen macis elem volt. De a macit összeettük.
Ne, de jó, befalasztál, rohadjál meg. Kirágtad rám a lépcsőt, nem zavar? Igen. Te, robot. Ma most van ilyen holdas misszió. Event. Szerintem mondom már... Nem tudom, engem az izében nem enged be a Epic Store, Epic Store. De mit nem enged be? Neked hát valami kód incorrect, hogy valami ilyesmit írt ki. Értem, hát akkor kéne kell egy új jelzót, hát most marha nagy dolog. Hát nem engedi az abban az új jelszokat, se a baj, tudod? Miért nem engedi az új jelszokat? Hát mert arra kijelköl, hogy ezt akar cserélni, hogy valami kód is incorrect. Azt nem tudom, hogy csinálod, nekem a izén van. Ez a kettős bejelentkedés az Epicnél is. Aztán ha elteszem a kódot, akkor küldj ilyen megerősítő kódot e-mailbe, és akkor azt írom be, és utána beenged. Nem lehet, hogy nem nézem meg az e-mailt ilyenkor, és kapsz egy ilyen kódot. Nem, hát az, hogy az e-mailre se küldi erre visszaigazolást. Nem tudom, ami lehet nálam. Nem tudom, most már két éve biztos van az ilyen Epic Games-en. Majd játszok már Fortnite-tal. Most nem volt ilyen gondom, nem tudtam volna belépni. El kéne kezdeni védeni azért. Járművet most már. Ha ezért kell hozzá Blue Go, basztus. Az meg ahogy itt van fönn. Ja, pont a másik oldal, jó. Több kell. Hol van még? Azt mondja, hogy itt van, de hol? Alattam. Jaj, kik vannak itt, akkor lootolunk egy kicsit akkor itt. Erre meghalunk, de... Na csak 10 kell. A vízi haszkokból. És kapunk valami rewardot megint. Ó, ez kell nekem. És kell nekem. Hát akkor kérj egy új jelszót, basszus. Hát csak az a baj, nem küldik, igen, ez a izére írja ki ezt az incorrect kódot, amikor jelszót kérek. Ez a gond, tudod? De nem értem, de most ha kérsz egy új jelzót, akkor te be kell, hogy engedjen. Hát csak az a baj, nem enged. Ezt nem értem, olyan nincsen. Hát nem, mi? Tehát nincsen, utána nem enged be. De nem értem ezt. Hau! Jaj, ne! Fúj, méhecskés. Méhecskés. Méhecske. Náááá! Au! Nézted a izét, a Warframe-ba a barót, kereskedőt? Ja, nem, de lejöttem róla a képeket, hogy mi van. Van, nézd, van credit booster, vettem egyet. Más nem vettem. Ja, van a tigris fegyóra egy skin, de hát az már egy régi skin már. Ja, az antenna. Nincs stalker bogyó szívű, ne is álmodj róla, legyen. Ja, azt akartam is. Nincs stalker bogyó. Amúgy az új Wukonga megöltem a héten azért a stalkert, mert... Poruljál rá, na az a köcsök stalker. Így állom.
Nem rossz az új Wukong, csak nagyobb szintek nem szó devinni, mert itt szar. Jó van. Itt arra jó, hogy fanolgassál bizonyos szintig vele, hogy az Abrogation költésbe egy hitre meghal az ötre biztos. Arra biztos nem szabad devinni. És megszereztem most a másik shield töltős arkanét a héten. A Hydrint fogom majd tesztelni. Igen, csak az a két arkan együtt. Ez mennyire lesz ütős. Shield töltős, a Hydrinnek meg sok shieldje van. Úgyhogy ilyen tankos Hydrint fogok tesztelgetni. Rám a boly. Azt tesztelgetem majd. Wukongot most már hagyjuk egy jó ideig. A Discord reklámozza, hogy ezért, hogy vegyék, hogy fizessünk el a Nitro-ra, és kapunk két napos credit boostet a Warframe-be. Most hozott a barom is credit boostet, úgyhogy akinek sok dukátja van, az meg tud venni legalább egy hónapos credit boostet is. Most elég három nap. Play of the game hardcore. Kodban is jöttek ilyen ügyi kontraktok, ugye most a WW2-es formára. Nem fél, csak gyorsan lehet szintet lépni, mert több ládát is kap. Aztán... Mondjuk az lenne a legjobb, hogy olyan lenne, hogy mint a Warframe, hogy belogulás, hogy kassza, amire várdott. Vagy mint a Fortnite Save the World-ben. Mindig lehet így választani egy ilyen kihívást. Hordi csönd van itten. Keresek meg a izét. Kocsikát most már. NASCAR-ra föl. Ez hol van most? Másik oldal. Ez meg egy az kihívás szerintem csak. Hát vannak jó heti kihívások. Hát a kodba is behozták ezt. Igen. Ilyen itt kontraktoknak hívják. Még van napi, és akkor lehet választani, úgyhogy kettő. Mindig ez egy appá. Hát nem tudom, ezt az a kodot mi addig fogja kérdbe tartani a játékosok. De a multiplayer most is vannak már csalók. Hát, jó. Igazából itt az a Battle Royale rész, ami fog túlélni igazából. És kijön majd megint az új kod, akkor át fognak menni oda. Hát nem mindenki. Hát tényleg a kódnál azt vettem észre, az újnál is, hogy igazából a 3-hoz képest nincs akkora fejlődés benne, ránézésre. Hát ránézésre nem, de tartalmilag sokkal. Hát tartalmilag, de érted, ez több vasat igényel, de viszont grafikailag nem látszik rajta semmi. Szóval... Hát, de hogy nem látszik az. Kitalálták valami olyan kooperatív dolgot is bele. Ahogy mint ezért a Black Ops 3-ban az a nevetséges kooperatív kampány. Hát azon álomban is fölriadok a rögéstől, az meg. Az nagyon szánalmas volt, Istenem. Az nagyon gagyi volt az a Black Ops 3 kampány. Hát az kész. Az ilyen, nem tudom, aranymána díjas. Dolog volt. És az hol van? Ez a pont most. Ha,
innen a bányából most már. Hol van? Na érdekel most majd, hogy hol defendelnek ezek. Rendesen. Szerette utána ezt a pajzsosat. Ez egy genyó. Tehát frissült volt a Windows 10, ami net keretrendszer frissítés volt, nem olyan hatásos lesz. Az Nvidia-hoz nem jött még frissítés, még tennap kellett volna, hogy jöjjön. Ja, még ilyen két körös, igen. Ott van fönn blúgó. De nem is használtam. Akkor én fogom megnyitni. Várjál, és be... Ó. Ó, raktam csapdát. Ó, francba. Igen, le kell akkor ütni a csapdát. Hát a csapdám miatt nem fogunk tudni bementni. Ó, basszú meg. Igen. Mindegy, akkor itt bemegyek. Ja, hülye. Akkor itt beugrok. Start object. Kettő dúgott. Ja. Új, zárd be. Na, robotka. Beépítettem. Köszönöm, hogy megcsinálsz a kihívást. Hát, egy kárdú típus, akkor nehezebb gondolom egy kihívás, mint egy Warframe-ben. Áh, basszus, egyből kéne. De ne rakjál, basszus, és miért rakcsesztő szét a falat itt? Yeah.
Ne bassz szét a falat, basszus. Jó, ajtó maradhat, persze. Nem baj. Hoppá, nem tudsz. Nem kell lépcsőn, minek? Falat kell meg, és nem lépcsőt építeni. Hát hülyeséget szoktak néha csinálni. Amikor felépítem a csapdát és szétszúzta a csapdáimat, hát ő akar elrakni a saját csapdáit, szóval teljesen értelmetlen dolgot szoktam csinálni. Au! Au, te ganhou. Szaz, most meg vagyunk. Most is kéne meg egy szint. Jaj. Na, tölti kézzé most már be. Igen, szinte kell angolni. Ajha. Ajha. Aha. Hey home base. We've completed our survey of the nothing. It's everywhere. And I'm told we have run out of macaroni and cheese. I have no idea how to fix that. So, that's where we are. If you're curious about the state of the husks hoard outside home base, I was gonna check out the radar, but it's upstairs. So, let's just say bad. Hát mit kell nyitválni a gyűlöt nézzéje?
figured it out. I'm under this blanket, and I'm staying under this blanket forever. in that case, Commander, hi, I'm Dennis. I know how to defeat the nothing. Follow me. Actually, I don't know how any of this works, so... Hogy lehet megakadályozni a semmit? Mi van? Nagyon hülyék. A semmi forrását megtaláltuk. Jézusom! Ezek betegek. Hú! Collect cannons 70 plus goes down. Cannons. What is cannons? Cannons. Ágyuk. Ja. Ágyukot kell keresni. De jó. Ebből hetet. És csak a ghost town. Igen, tennap mondták. Játszanak szintén Save the World-del, magasabb szinte, hogy készüljek fel, hogy nagyon sok ghost town-os dolog lesz. Hát igen, sok a ghost town. Kíváncsi, hogy hány ágyú lesz egy meccs alatt. Nem kell hétszer bejönnöm ágyúgot keresni. Ja, csak ettem mondnak, mi várunk egy kicsit akkor. Augusztusban lesz a Halálos Iram film. Lesz valami horror. Lidéltes mesék éjszakája. Hát ezt tényleg már a címét összefostam magam. Ja, Krisztiánt elküldjük az Angry Birds 2-re. Itt a 47 méter mélyen ez az a cápás. Augusztusban lesz. Hát ezt nem hiszem. Ja, ez Lego után a Playmobil is akar filmet csinálni. Ja, azt hallottam. Hát az is lesz augusztusban. Komolyan, miből nem lesz még? Lesz a izé és a... Van a Legónak az a babás verziója, a Duplo. Akkor lesz egy Duplo a film, és akkor Minimaxon fog menni, vagy mi? Szóval, hogy... Vagy lesz majd a Minecraft the film, vagy még ilyen hülyeségek lesznek, vagy ez az új módi, hogyha, amit a legnagyobb dolgokból legyenek a filmek. Szóval... Nem értem. A Playmobil most le akar győzni a Legót filmekbe? Na, ez csalóz a srác. Ez tudja, hogy csalóz a gyerek. Hát ezt mondom, hogy a multiplayer-es játékok tökségével csalókul az egész. Barbie a film, igen, ezt nagyon várom. Na, a barátom lesz szexjelenet is. Mutatják majd Barbie-t ruha nélkül, mert ugye meg tudta nézni mindig a Barbie-t ruha nélkül. Ezt hagyjad meg. Ennek repott 18 pluszos izé a Barbie the Movie film kell. Aha, persze, jól van. De volt ilyen volt animáció, és még a Minimaxon Barbie amúgy. Láttam már ilyet, sajnos. Hát ez a srác biztos csal. Hát, két helyen nem láttam még úgy csalókat, az a Overwatch meg a Destiny 2. Ebben a két múltéves helyet nem láttam még csalókat, hogy másban is érdekel, mi csinálnak. Incoming!
encampments may become active later. Na az a kérdés, hogy hol lesznek itt ágyuk. Ott van egy ágyú. Ez van. Ez szinte csak. Igen, mert ha lejönnek azzal a skinnak, tele van ágyúval a pálya, nem áll. Szöki, remélem az ágyú lesz, ami ott jön az. Hogy már? Ez ilyen gyorsan meg lesz? Reméljük. Itt. Ott az ágyúni. Tájó! Mi van itt még? Mi van itt még valami? Mit jelez itt? Mi ez a sok mindig? Get ready to rock, Steel Wool! Because soon I will be asking you if you're ready to rock! Ready to rock. Because it's gonna get loud! I don't know, man. Trying to fight mass, realistic despair. Sounds way too hard. Ah, itt vannak az ágyuknél. De jó! Menj már! Ma három ágyú. Ez a perc alatt csak összedem a helyzet a... Lehet, hogy jönne a szaga helyet. Ezt már még megint elszaladottak a csalók. Este fel. Hol? Azt a there is, de hol van te? Ezért mutasd meg nekem, hogy hol van az ágyú. Ott van itt. The next encampment might be stronger. Make sure your weapons and ammo are ready to go. Hát, addig tart az örömöm. Found the next one. Check out your ágyút. Here we go. Oh, shit, chum. Are you ready to rock? Dennis, why does the world outside my blanket sound like steel wool? I guess you'll have to figure that out yourself. You reunited steel wool. Dennis, you've reunited steel wool! You got the spark, Ray! Now share it with home base! Hát home base-el nem kell már szerencsére elrokkani valóban. Nem kell defendni. És hol van a izé a tag? Dennis, that's you. Hey, Dennis, man, this is your chance. I don't know what to say. Just start talking. Two down. Let's find the next one. The encampments are getting stronger. Make sure you're prepared. Fooey. Dormant encampments may become active later. There it is. Jó, hogy ez ilyen. Round three, fight! Bas, jó távú volt. De ezek kettő kranzok. Ó, faszom. Az a baj, ám, hogy ne engem békén. Jó, de most... Fényen, bebogolt? Nagyon jó. Ja nem. Ó, elég lesz egy is, jó van. Jó van. Szerintem felelgújt már, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna, végre lesz egy csaló. Köszönöm szépen. Ez egy kooperatív játékot. Ősztökkel kívánok. Ah. Most tiszt.
Hát hát. Hát most engem az érdekel, hogyha nincs. Hát ott sem lesz, hogy ez is van. Au! Oh, Franz. Elestem. Au! Na hát. Az ezt kell megbírni, hol lettek? Itt van mindenki ebben. Á, jó reggel, basszus, van ide értetni. Á, most sem mondja, hogy végzünk, most ne hozzad a macit, jó van. Menj, menj innen, mélyecskés. Következő. És már ágyú az egész pályán? Hát, túl szép lett volna elsőre megszedni az egészet. Majd. Következő misztőn is lesz 4, akkor meg lesz a következő challenge is. Akarom, hogy a kannibali végén van egy boss fight, ilyen nagy szörnyet kell megölni. Azt nagyon várom már. Kíváncsiak, az mennyire lesz OP. Még ezek a kis házfog is kibaszott az OP-k. Ez az új enemy itt a pályán, az a lézeres. Au, nem áll! Nem áll, jó cokká. Itt elvék egy darabig. Ma hiányzott, hogy le tudja kicsit ülni, kapcsolódni ma. Mit csinálsz ott? Itt mi is el szoktam még mászkálni, csak messze van az a tag. De megoldjuk, hát hogy formogasson meg, nem zavar. Te! Na jó, már bónusz vagyunk benne. Most nincs baj.
Let's see one more, hát minden megvan. Most a bónuszból én milyen van mód. És ez egy kereskedős volt valakinek. Húha. Következőben többet kell farmolgatni, hogy több XP-t kapjunk. Most akkor kell már az utolsó. Hát az utolsó, 15-ös szint az, hogy kis turika tudjam tovább építeni. Loading. Hát ez megint. Ez. Checking for update. Micsoda? Nem most update-el játék. Na, most meg lesz az ágyú. Wolfram Hydroid. Something weird has been happening in this zone. The husk encampments are going berserk and spawning huge waves of enemies. Whatever's happening, we need to stop it from spreading. When you find an active encampment, be ready to fight until the end.
According to my data, we have 20 minutes to neutralize the targets. Search the zone and keep an eye out for any encampments that look angrier than usual. I'll keep an eye out from here. Hát tanul jött a vihar, basszus. Majd megtaláltak a pontot. Szívas játék, nem lesz ágy jó a pályán. Egy gyors volt. Arról össze nem szemre volt rajta. Ez eléggé gyors mentés volt. Na most ez komoly. Nincs ágy jó pályán. Nagyon jó. De azért jöttem be. Komoly. De ott van elő. Ott van ágyú. Nem, legalább három darab lesz. Három vagy négy kell még. Három. Akarom, hogy legyen ágyú. Four in a row! Amazing! Get ready for more, Commander. Itt van elvileg a három. Te jó! Te jó! Home base, my name is Dennis.
love my buddy Ray. And if you hear my voice, I probably love you too. And I don't care if that's sappy, because... I just shot a kid. We have today. We have steel wool. And we have cannons. So let's get out there and live. I'm seeing signs of the people of home base starting to come around. Love having it rain something useful for once. I can't believe this is actually working! You sound surprised, kid. Well, yeah, most of my plans go horribly wrong all the time because I'm not, like, a time travel scientist or a superhero or a licensed landscape architect. You don't need to be any of those things to make a difference. You're Dennis. I'm serious. You have got a heart that is like bursting with the desire to make things better. No matter how grim all this garbage fire nonsense gets, that's your superpower, man. Wow. Thank you. No one is impressed by that's you. That's one. Take it down. Get that encampment! This is the big time. Get ready. There it is. No. Mamá. Oh, damn. If you keep pushing on, we might clear the zone. Found the next one. Check out your map. Basszus, elzsibbadtam már. Nem mondod. Szóval legalább szürkére a csíkot. A
most mindenből tál vagyok, jó, mindegy. Tá vendo a minha mistura da bomba? Na, az ágyuk megvannak, nem tudom, az XP az meg lesz-e. Sok hiányzik már. Csak én most vadok a quest page-ekkel, de most meg az is kéne a szint most már. Túrát az erősebb legyen. Celebrate.
prematurely, alright? We've still got a lot of work ahead of us to beat this thing. I want to get back to the lab. Seriously? I can't remember the last time I heard you say that. Well, let's just say I found myself a new role model. Oh, and Ray? Sending something back for you, bruh. Your set list! Yeah, sorry it's just one song, but we signed it. This case. Penny, why are you packing a suitcase? I've been thinking, Ray, and I think I need to go back home and see my family. The storm making me speak, then all this whatever, it's getting to me. I understand, Penny, but we're a family here too. You can't leave. Wait, leaves. Oh, you can't go yet. We have a job. There's a certain kind of tree that we can use for deluxe construction support reinforcement. We'll need them, especially if we don't have you. Oh. I suppose I can't go then. Not until after I know you lot will be okay. Thanks, Penny. I promise you this is a totally necessary thing and not at all a way to keep you here. What was that? Nothing. Let's go tree cutting. Az a következő pespés szerint száraz pályán kell. Mi az ez száraz pálya? Nincs vizes pálya. Hát mondjuk akkor túszmentés. Túszmentés? Túlélőmentés. Basszus. Te videg vagy itt. De jó. Na, gyűlik a csapat, Nem. Megint van bezúzzivaló túlélő. Csak most múlt fogok tartani. Hát az egyedülmentés az nem lesz túl jó, mert van 90 meg 100 életem. Aztán jön a házk és egy ütés így leüt a picsába. És ilyen, mindegy elindítom, mert igazából nem tudom mi lesz. Mert ilyen Destiny-s érzés van, hogy tök egy talajabb maximum szintű, mit tudom én, meg ilyen, meg olyan páncél rajtad, és így pillanatokat megölnek a Destiny-be is. Hát most a Fortnite-ban is ilyen helyzet van. De nem tudsz úgy csinálni, hogy most átmennék a kisebb bolygókra, a kis szintű bolygókra, akkor ott nem tudnának megölni. De itt a gondolom is emelek milyen szakadni valén kívül. Most után. Mert utána még nagyobb szintű bolygó van. Most bolygó szakasz úgymond, vagy hogy van fejezzem ki magam. Másik földrész, másik terület. Nagyobb szintű hely. Monster squall. We've got 20 minutes to evacuate the survivors. Good luck. Hol?
Igen. Azt én is láttam, basszus. Jó, hogy mondod, szívül, az igen. 50% van rá, az úgy már tényleg megéri, basszus, hú. Most van az a nyári leajzás, nem? Igen, csak úgy nem tudom meddig, akkor a két végén meg kell venni. Hét végén hát én megveszem, akkor még azt bevállaljuk majd valamikorra. Elkezdése. Ott tudom, mi alapverziót kell venni csak, mert a több ilyen apróság. Nincsenek ilyen hű, de jó OP DLC amúgy. Az jó. Hát az jobb lenne idő, jó van, köszi. Hogy szóltál, hogy meddig tart a dolog, mert az én is szemeztem már vele. Valahogy kíváncsi vagyok még, mert az érdekelhet még engem. Mit keres a padláson? Ja, ez a bugos. Igen, de azt akartam kibökni, hogy a kiegészítőkben nincsenek olyan hűtő nagy dolgok, amiért meg kéne venned. Ilyen skinek vannak, meg ilyen emótok, mert nem is tudom, milyen hülyeségek vannak benne amúgy. Jött be egy játékos. Ketten is jöttek be, jól van. Ez hol van? Survivor in danger. Jó. Ja.
matkitys. Not though. Keep up the good work. Menj most már, mert tartok a bugókám. Survivor in danger. Ja, itt is van. Az a fej. Nem akarsz elmenni? Nem bugolt be. Jaj, fegyver miatt nem tudtam elengedni. Au! Survivor in danger. Ó, hol volt most az a másik? Aki itt feküdt. Aj, franc. Szerintem most a fölött... Éreszteni. Kifogytam. Csináld ma. In your memory.
No, ještě z... A faszomból zúznak már. És ezt hol van? Hát nem tudom, ez hol bújt. Nem hiszem el. A picsvel bújt az a gyökér. Tehát ezt nem hiszem el. Szerintem akkor még egy szinte fönt a lennén, csak a fönt van. Ah, bújt az író, aztán mögé, a jó picsá bújt az. Nem tudok többet mondani. Jó, hát vagyok. Csak beszél, aztán kész. Baj az, hogy... hogy ez sajnán túlélő volt, akit kerestünk. És még kettő kell, basszus. Hajjá, elborszkodtuk itt az időt. Nem jó az a kérdőjeles. Mi az végül nem bugult be, nem értem. Aztán van bugol, az közben van nem. Another save like you.
2 minutes before I have to pull you out. Sorry. Aw, you make it look easy. Ah, jól megvan akkor ez a bónusz. Na. Everyone. I don't know, but I've been told so. Azaz. Na, akkor ez is megvan. Hát ez a siker akkor most ez. Hú, és már kicsit fáj a szem is. Most hova raktam azért? Ja. Szaktam az ütőbb a fontámat. Ez is használom. Kettő 30, kettő 50, kettő 40. Kettő 45. Jaj. Expedícióval küldünk el. Emberkéket. Hát, ha hoznak valamit vissza.
hírók, akiket nem használok még. Azok rájönnek elmenni bevásárolni. Tak to bude. A Transform, ez micsoda? Ja, ott lehet a legendári karakterre alakítani más karaktert. Na jó, van, ennyi volt akkor már a Fortnite Just Save the World. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, köszönöm Matinak, szív neked is, hogy itt is has voltál. Hát és nagyon nagy köszönet Szebinek, aki hát több mint 9900 forintot küldött át. Tehát kíváncsi leszek, hogy nézem a statisztikákat, hogy azt írja ki a Twitch, 9900 forintot küldött nekem. Hát azért az nem semmi. Hogy tezel köszönet neki. És kiesett a szám, amikor megláttam. Ó, van itt egy láma, ezt kinyitjuk. Fegyverke. Na jó, köszönöm még egyszer, elosztok. Jó étvégét.